ez a mai pénteki nap, ez éppen ugyanolyan hosszú és terhes, mint általában ezek a pénteki napok. Nagyon sok ügyfelem van, egymás után jönnek, szinte egymásnak adják át a kilincset, és azért minden egyes eset nagyon megterhelő számomra is, mindig tudnom kell alkalmazkodni, és persze mindig próbálok valamilyen fajta hatható segítséget adni, de hát ez nyilván nem megy egyik percről a másikra, és ezért fontos, hogy amikor valaki új jön hozzám, akkor fel tudja készülni arra az alkalomra. És most el fogom neked mondani azt, hogy én ezt hogyan csinálom. Szóval ez az áthangolódás, ez azért nagyon fontos nekem, mert nagyon sokféle ember keres meg engem. Mindenféle korosztály képviselteti magát. Van olyan, akinek gyógyszer problémája van, van olyan, akinek alkohol problémája van, van olyan, aki az illegális szerek közül használ valamit, és ez azért az azt jelenti, hogy ezek nagyon más személyiségű emberek. Mindegyikük másképp kommunikál, van, aki sokat beszél, valaki keveset beszél, akkor valaki kérdez, valaki szinte néma csendben ül, valakivel ugye nagyon udvariasan kell beszélni, valakivel éppen lazábban, egy kicsit közvetlenebbül. Tehát ez egy nagyon nagy fajta rugalmasságot igényel az ember részéről. És ez azért nagyon fontos, mert nyilván, hogyha valaki nem érzi azt, hogy én őszintén figyelek rá, nem tudok ráhangolódni, akkor nem fogja elfogadni azokat a tanácsokat vagy útmutatásokat, amivel segíteni tudok számára. Hogy én ezt hogyan oldom meg? Hát alapvetően megpróbálok úgy ráhangolódni a másik emberre, hogy őszintén figyelem őt. Ezt tudom, hogy nagyon megfoghatatlan, mondom inkább másképp. És ez is megfoghatatlan lesz, és egy kicsit talán olyan gicses is. Tényleg mélységesen meg akarom szeretni az ügyfeleimet. Tehát arra törekszem az első pillanattól kezdve, még akkor is, hogyha ellenérzésem van, hogy azt nézem, hogy mi az, amit tudok ebben az emberben szeretni. Azt figyelem, hogy mi az, ami jó benne. Éppen ezért az én munkámnak egy nagyon speciális vonatkozása az, hogy például az első alkalommal soha nem kérdezem meg senkitől, hogy mit használ, mennyit használ, miért használja azt az adott dolgot. Ez egyébként ellenem megy a szakmai előírásoknak, hiszen nagyon sokszor éppen azt tanultják, vagy én is azt tanultam, hogy egyfajta diagnózist kell felállítani. De hogyha én a diagnózis mentén kezdem el a munkámat, akkor az egy ilyen problémafókuszú megközelítés. Akkor azt nézem, hogy mi az, ami benned rossz, hogyan tetted tönkre az életedet, mekkora károkat okoztál a szeretteidnek, vagy akár magadnak. Így nem nagyon tudlak téged megkedvelni, megszeretni. És azt gondolom, hogy ez a tanácsadó munkában nagyon fontos, hogy emberekként tudjunk találkozni. Ami nagy nehézség számomra még ebben a munkában az az, hogy tudjak azonosulni az emberek mélységes fájdalmával. Ugyanis nagyon sokszor sokkal szörnyűbb dolgokkal találkozom, mint amiket én magam is átéltem. Ugye én bár drogoztam, és sok mindenen keresztül mentem, bizonyos szempontból azért nagyon szerencsésnek mondható az én gyerekkorom, az, ahogy felnőttem, a családi hátterem, tehát például nem kellett elszenvednem fizikai bántalmazást, nem láttam, hogy a szüleim alkoholizálnak, viszont nagyon sokan, akik hozzám fordulnak, nagyon mély traumákról számolnak be. És olyankor ez mindig egy nagy kihívás számomra, hogy hogyan tudok velük azonosulni, hogyan tudom átérezni az ő fájdalmukat, és hogyan tudok úgy segíteni, hogy ne érezzék azt, hogy én tehetetlen vagyok. Ugye nagyon sokszor a mi munkánknak egy nagyon fontos másik vetülete, hogy reményt és hitet kell adnunk. Azt kell sugároznunk, hogy mi tudjuk az utat, mi magabiztosan megyünk előre. Gyere, én megfogom a kezed, és kivezetlek téged a függőség csapdájából. De azért nagyon sokszor a segítő szakemberek is el vannak tévedve. Ugye ezért veszünk igénybe szupervíziót, ezért vannak szakmai megbeszélések, ahol egymás között mi kollégák próbáljuk egymást támogatni. De nagyon fontos, hogy érezzék azt az ügyfeleink, hogy mi őket tudjuk vezetni, és néha van olyan, amikor fogalmam sincs, hogy merre menjünk tovább. Természetesen ilyenkor ezt megpróbálom őszintén felvállalni és együtt kitalálni, és együtt gondolkodni, hogy hogyan tudunk ezen az úton tovább menni. Természetesen az is egy nagy kihívás számomra, hogy mit kezdek azzal a rengeteg információval, tudásmennyiséggel, amit az ügyfeleim átadnak nekem. Sokszor szokták kérdezni, hogy hogyan tartok titkot, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megfigyeltem, hogy amikor
a hétköznapi életemben vagyok jelen, akkor szinte el is felejtem az ügyfeleimet, akár még a nevüket is, és még konkrétan azt, hogy milyen problémáik vannak. Viszont amikor leülnek velem szembe, akkor minden hirtelen előjön. Akkor egyből tudom a pontos részleteket, tudom, hogy hogy hívják az apukáját, az anyukáját, mit csinált, hogy csinálta. Viszont amikor kilépek innen ebből a kis birodalomból, ami a józanságnak a tere lényegében, akkor minden lezár. Én azt gondolom, hogy ez az elménknek egy csodálatos működési módja, de ez egyben akadály is lehet, és talán ezzel a gondolattal zárnám. Ugye az előbb mondtam, hogy nem szenvedtem én olyan sokat gyerekkoromban. De vajon biztos, hogy így van ez? Nem lehet az csak, hogy egyszerűen nem szeretnék emlékezni? Sokszor ugyanis tudjuk, hogy a függőség hátterében valamilyen trauma, veszteség, gyász húzódik meg. Akkor én, mint heroin függő, valószínűleg nem egy olyan életet éltem gyerekként, vagy nem úgy nőttem fel, hogy minden ideális volt. Nyilván ott is komoly traumák, veszteségek kellettek, hogy legyenek. De akkor én ezekre miért nem emlékszem? És erre az egyik válasz az, hogy azért, mert a függőség olyan töménytelen mennyiségű masszív fájdalmat, kétségbeesést, reménytelenséget generál maga körül, hiszen látszólag gyógyíthatatlan, mert ugye mindenki milyen sokszor visszaesik, hogy ezért a legjobb erről nem is venni tudomást is. Egyszerűen megpróbáljuk lehasítani magunkról ezt a fájdalmat, és azt mondani, hogy nincs igazán olyan nagy baj. Minden rendben van, és megpróbáljuk megszépíteni a dolgokat. Ezzel viszont továbbra is fenntartjuk a függőséget. Tehát én is még dolgozom azon, hogy magamban megtaláljam ezeket az elakadási pontokat, és másoknak is ebben szeretnék segíteni. Mindaz, amit látsz a Dúdics Józanság programok keretében, azt egy csapat végzi. Egyedül nem tudnám azt csinálni, ahogy egyedül sem tud egy szenvedélybeteg felépülni. Ő csak akkor lehet sikeres a felépülésében, hogyha van egy család, egy csapat a háttérben. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit meg vagyok akadva, szeretném, hogyha minél többen értenék, hogy ez a hozzátartozói program hogyan tud nekik segíteni, ezért kértem meg az egyik kollégámat, hogy segítsen nekem átgondolni, hogy mi is az, amit tehetnénk. És ez a munkatársam nem más, mint a feleségem, aki mint megoldásközpontú tanácsadó dolgozik a csapatunkban.